nagyobb nemzetközi események megrendezésére is alkalmas úszókomplexumot adtak át a Bukarest melletti Otopenyben. A létesítmény átadásán Cseke Attila fejlesztési miniszter fontos nemzetközi események megszervezését vetítette elő. 164 millió lejbe került az az úszókomplexum, amelyet a Bukarest melletti Otopenyben Cseke Attila fejlesztési miniszter jelenlétében adtak át. Az Országos Beruházási Társaság révén megépített komplexumban egy olimpiai méretű versenymedence, egy műugró medence és 2700 férőhelyes lelátó mellett egy melegítő medence és három további úszás oktatásra és lazításra alkalmas medence található. Emellett öltözők, erőterem, kommentátorállás, sajtószoba és száraz edzőterem teszi a létesítményt alkalmassá komolyabb nemzetközi események megszervezésére is. Cseke Attila elmondta, jelenleg országos szinten 56 úszóda épül, ebből 30 már kivitelezés alatt áll, 26 esetben pedig kiírták a közbeszerzést. Azt tudom előrevetíteni a mi közösségünk, magyar közösség szempontjából is, hogy az elkövetkezendő periódusban Marosvásárhelyen, ahol ugyancsak egy olimpiai méretű úszodát épít a fejlesztési minisztérium, illetve a Gyergyószentmiklósi tanúszoda is az elkövetkező periódusban rövidesen átadásra kerül. Elhangzott, a Román Úszószövetség a következő két évben ifjúsági és felnőtt úszó és műugró Európa-bajnokságot szervezne a létesítményben.